Karcagon is elkezdődik az idősek otthonában az oltás. Ezt nagyon fontosnak tartom, mondta a helyszínen F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Miért tartja fontosnak, hogy idáig a legveszélyeztetett korosztályra kerüljön sor elsősorban? Én nagyon örülök annak, hogy december végén elkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása, és most már odáig jutottunk, hogy a jelentkező egészségügyi dolgozókat, mindegyiket már szinte beoltották, és most már lehetőség van arra, hogy a szociális otthonok dolgozóit, és a legkiszolgáltatottabbakat, akik itt vannak a szociális otthonban, idősek, betegeket is védőoltásban tudjuk részesíteni. Ez azért fontos, mert ők a legkiszolgáltatottabb, hiszen mindegyik időskorában krónikus betegséggel rendelkezik, egy légtérben vannak nagyon sokan, és hát a tavaszi járványban is tudtuk, hogy akár a Budapesten, ha egy idős otthonba bekerül a vírus, akkor ott nagy veszélyben vannak az idősek, nagy az elhalálozás. És örülök annak, hogy most már odáig jutottunk, hogy védőoltásban tudjuk őket részesíteni, hiszen meg tudjuk védeni a koronavírustól őket, meg tudjuk védeni szeretteinket, azokat az időseket, akik itt vannak a szociális otthonban. Hodos Bálintné, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Karcagi Idősek Otthona vezetője is nagyon fontosnak tartja, hogy megkapják az ellátottak és a dolgozók is a védőoltást. Hát nagyon fontosnak tartom a védőoltást, hogy megkapják az ellátottak, és nyilván a dolgozók is. Az otthonunkban 77 ember kérte a védőoltást, 21 dolgozó. Ez nagyon nagy dolog, és nagyon örülünk neki. Reméljük, akik még nem kérték, majd az jövőben ők is fogják kérni, hiszen az idősek otthonában ugye különösen veszélyeztetettek a lakók, hiszen ők krónikus betegek, és nyilván egy zárt közösségben élünk, és az nagyon fontos az, hogy megelőzzük ezt a betegséget. Nyilván mindent igyekszünk megtenni, ugye, ami elő van írva a kormányrendeletekben, és nyilván betartjuk a szabályokat, ugye nem mehetnek ki az ellátottak, és hogy nyilván a dolgozóink is minél kevesebbet menjenek el, hogy nyilván ne kerüljön be a fertőzés az ellátottakhoz. Szepesi Tibor polgármester szerint a város védekezése egy újabb, lényeges momentumhoz érkezett azzal, hogy a szociális otthon mindkét telephelyén elkezdődik az oltás. Valóban a város védekezése egy újabb momentumához érkezett, egy lényeges momentumához, hiszen a szociális otthon mindkét telephelyén elkezdődik az oltás. Elsősorban azok számára, akik ugye kérték magát az oltást, és hál' Istennek nagyon sokan kérték, a másik pedig természetesen az, hogy akiket az orvos arra alkalmasnak ítélt, hogy meg is kaphatják az első körben jelenleg ezt a vakcinát. Fontos, hiszen a védekezésben a város összes polgára részt vett, és részt kellett, hogy vegyen, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy azokban az intézményekben, ahol gócpontok alakulhatnak ki, meg tudjuk gátolni a vírus terjedését. Hál' Istennek sikerült a szociális otthon mindkét telephelyén időben megfogni a vírus terjedését, bár bent volt az épületben, mint ahogy az egészségügyi intézmények is nagyon fontosak, és hát természetesen minden munkahely, oktatási intézmény is fontos ebből a védekezés szempontjából. Én szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, hiszen itt legfontosabb az együttműködésen és az együtt védekezésen túl az a türelem, amelyet mutatott a város lakossága. Úgyhogy valóban köszönöm szépen mindenkinek. Reméljük, hogy az oltással el fogjuk érni azt a várt hatást, hogy hamarosan, és reméljük, hogy ez minél hamarabb el fog jönni, lehet majd a szigorításokon egy picit oldani.